Köszöntöm kedves nézőinket, a Pilisi Szemlét, a Pilis TV közéleti és kulturális magazinját látják. Palkovics Mária vagyok. E heti szemlénkben a főszerepet a Vörösvári Napok eseményei kapják, hiszen nemrégiben zajlott le a település legnagyobb eseménye. Persze emellett forgott kameránk máshol is. Lássuk, merre jártunk. A tartalomból röviden. Idén is a kertbarátkör kiállításával vette kezdetét a Vörösvári Napok. Hatalmas bulival ünnepelte 25. születésnapját a vörösvári Donau Pavel. 4 csapat részvételével zajlott az idei Zuzu Kupa. Kávészcukortasakokból nyílt kiállítás Pilis Szent Ivánon. Utcabállal és tűzijátékkal ünnepelték az államalapítást Szent Ivánon. Új csapatok is küzdöttek a kupáért a 12. tutajhúzó versenyen. Összefoglaló a Vörösvári Képviselőtestület július végi üléséről. Természetesen ajánlunk programokat is, tartsanak velünk ezen a héten is! A Művészetek Házában augusztus 10-én pénteken a hagyományos módon nyitották meg a 27. Vörösvári Napok rendezvény sorozatát. A Kovács László kertbarátkör terménykiállításával, ünnepi hangversennyel és beszédekkel. A Művészetek Háza aulájába belépve a vendégeket virágillat és gyönyörű látvány fogadta, a különböző gyümölcsök, zöldségek és virágok alkotta színpompás kompozíciók jóvoltából. A színes paprikák, paradicsomok, körték, almák, szőlők között megtalálhatták a Vörösváron termett mexikói egérdinnyét, a kalkuttai uborkát és az örmény méteres uborkát is. A kiállítást a Művészetek Háza igazgatója Berényi Ildikó nyitotta meg, egy stílusos esőváró mesével. Az eseményt pedig a Nosztalgia Dalkör népdalcsokra színesítette. Vízből se a sok, se a kevés nem jó. Jaj, ne beszéljünk vízről, olyan szomjas vagyok, nyöszörgött Tátika, és lerúgatta a fejét, hogy kevésbé süsse a nap. Ugyan már ne nyavajj annyit azzal a pici virágaiddal, nézd meg engem, mordult rá Rózsa kert szomszédjára. Ennyi óriás virágot egyensúlyozni egy száron. Verbénának sokkal több virágja van, mint neked, vágta rá Tátika azonnal. Igen, ahogy nézem, lassan ki is száradt szegény, állapította meg Muskátli, aki szerencsés volt, hisz nem a virágos kertben, hanem a mindig félárnyékos ablakpárkányon lakott a ládában. Nem csoda, ennyi eső mellett napi egy locsolás kinek elég? Lehet, ma még azt is elfelejtik. Elmélkedett Petúnia. Te is szomjas vagy már, Petúnia? Kérdezte Tátika, miközben azon töprengett, hogy lefekszik kicsit a földre, úgy érezte szédül. Ennyi, miért kell mindig a vizet nyakalni? Osszátok be, amit kaptok, mint én, pöfeszkedett Kövi Rózsa. De hát neked könnyű, téged a sivatag széléről hoztak, szólt vissza Tátika, és lefeküdt a földre, mert már nem bírt állni. Tévedés, az én vagyok, vigyorgott a terasznapos sarkában kaktusz. Neked mi a bajod? Szomjas vagyok, nyöszörgött Tátika. De akkor minek fekszel a földre? Mi vagy te, mini borostyán? Már nem bírom kivárni, amíg végre esett, sóhajtott Tátika. Pedig itt van már mindjárt, fordult Tátikához mosolyogva a napraforgó, aki csak véletlenül keveredett a virágos kertbe. Ezt meg honnan tudod? Csodálkozott Tátika. Nem látom a napot, pedig itt kéne legyen, pont az arcon felé, válaszolt napraforgó. Hamarosan csend telepedett a kertre, hiszen minden növény szorgalmasan itta a hirtelen jött nyári zivatar finom, hűvös cseppjeit. A rózsa azt jelenti, hű vagyok, a szegfő az, hogy a nap ránk ragyog. A ne felejts, hogy el ne felejts, a gyöngyvirág, hogy a tiéd vagyok. Mennyi szívből, mennyi szívből, mennyi lépből lett a vád. Tegnap fájt még, ma már csak játék, holnap miénk lesz minden virág.
A megnyitó a kertszépségverseny és a rajzpályázat eredmény hirdetésével ért véget. A gyermekrajzpályázaton első helyezést ért el Póla Pálma, a második helyezést Drab Vörös Anna, a harmadik helyezést pedig Mautere Rákos érdemelte ki. A három kategóriában meghirdetett szép kertek verseny végeredménye a következőképpen alakult. A vegyes kert kategóriában első helyezést ért el Herr István, második lett Gyarmati József, harmadik pedig Illés Sándor. Közösségi kert kategóriában első helyezést ért el a német nemzetiségi óvoda Grádusz tagóvodája, a második a német nemzetiségi óvoda Rákóczi utcai tagóvodájának kertje lett. A virágos kert kategória külön díját Takács Józsefné kapta. A kiállítás megnyitója után kezdődött meg a hivatalos ünnepség, a Művészetek Háza erre az alkalomra a liliomokkal dekorált színház termében. Berényi Ildikó igazgatónő köszöntötte a jelenlévőket, kiemelten Pilisvörösvár és a testvértelepülések önkormányzatainak jelenlévő képviselőit, a város oktatási, kulturális, egészségügyi intézményeinek a nézőtéren helyet foglaló vezetőit, majd ismertette a 27. Vörösvári Napok programsorozat főbb eseményeit. Az ünnepi műsor első eseménye a Cifra György Alapfokú Művészeti Iskola vonószenekarának koncertje volt, melynek első blokkjában jól ismert magyar népdalok kaptak helyet Bartók Béla és Kókai Rezső feldolgozásában. A zenei blokk után Gromon István polgármester mondott ünnepi beszédet. Beszédében kiemelte a város búcsújához szorosan kapcsolódó programsorozat lelki vetületét is, a családok találkozásának lehetőségét, a közös ünneplés és szórakozás hagyományokon alapuló jellegét a megszentelt időben. Beszélt a búcsú helyszínéről, hiszen 2016 óta a Kacsató környékén rendezik meg a Vörösvári Napok programjait. A hagyomány szó utal arra, hogy Nagyboldog asszony ünnepéhez kapcsolódó templom búcsút őseinkkel együtt évszázadok óta minden évben megünnepeljük, méghozzá lényegében ugyanúgy. A búcsú előtti napokban, hetekben rendbe tesszük, kitakarítjuk a házunkat, udvarunkat, búcsú vasárnap délelőtt elmegyünk az ünnepi szentmisére, rokonokat, ismerősöket hívunk vendégségbe az ünnepre, és velük együtt fogyasztjuk el az ünnepi ebédet. Délután kimegyünk a wurstliba, a gyerekek mennek néhány menetet a körhintákkal, a felnőttek búcsúfiát vásárolnak, mézes kalácsot, játékokat, édességeket. Este pedig találkozunk a bálban, a fiatalok, idősebbek együtt mulatnak. A polgármester beszéde után került sor a vendégdelegációk vezetőinek köszöntő beszédeire. Roland Pulacsek Gerstetten polgármestere felidézte a testvérvárosi kapcsolatot, és azt, hogy az ezerszálú együttműködésnek idén egy gerstetteni vörösvári esküvő lett a legkedvesebb és legújabb gyümölcse. Gröbencel önkormányzatának képviseletében Mihály Leonbacher partnerkapcsolati referens a kulturális együttműködés magas színvonalát emelte ki, és azt, hogy szeretné, ha a kapcsolat tovább mélyülne. A székelyföldi borszék delegációja éppen az ünnepély kezdetére érkezett. Mosneag Ilona, önkormányzati tanácsos rövid beszédében a szeretet és az egymás iránti tisztelet fontosságára hívta fel a figyelmet, amit a két testvértelepülés együttműködésében példaértékűnek tart. A beszédek után folytatódott a vonószenekari hangverseny. A második részben népszerű német dalokat és polkákat hallhatott a közönség.
Az idei vörösvári napokon ünnepelte meg fennállásának 25 éves évfordulóját a vörösvári Donaupower. És hogyan is lehetne méltóbban ünnepelni egy zenekar 25. születésnapját, mint hatalmas bulival? A Donaupower-es fiúk pedig valóban megadták a módját, nevükhöz méltóan 100% erőbedobással. A 90-es években élte Vörösvár a bálok fénykorát. A kultúrházban, a halastó kempingben vagy egyéb vendéglátóhelyeken 5-6 tagú zenekarok hajnalig szórakoztatták a közönséget. Ennek hatására 1993-ban a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Fúvózenekar 3 ifjú tagja, név szerint Kozek Balázs, Müller István és Sauer Balázs úgy döntött, hogy kis partit alapít, melyhez lelkesen keresni kezdték a további zenészeket. Majd tagja lett a csapatnak Varga Norbert harmonikán, Molnár Zoltán dobon és Belovics Gergely tubán. Így alakult meg a zenekar eredetileg Schwäbische Jungs néven. A 2000-es évek közepén lett a nevük Donaupower. A Donau utalás a dunamenti sváb gyökerekre, a Power szó pedig a zenekar fiatalos lendületét tükrözi. A 25 év alatt a zenekar tagjai voltak Sauer Balázs klarinéton, Müller István tenorkürtön és gitáron, Molnár Zoltán dobon, Baric Imre klarinéton és szaxofonon, Scheller Péter dobon, Pálinkás Ferenc gitáron, Gájer György klarinéton és szaxofonon és Boc Viktor klarinéton és szaxofonon. A mostani tagok pedig Kozek Balázs alapító, a Pilisvörösvári Zeneiskola trombita tanára, trombitán, billentyűs hangszereken, gitáron és basszusgitáron játszik, családjával Pilisvörösváron él. Szerémi Márkó 2016 óta játszik a zenekarral, Pilisszántón lakik. Szintén a Vörösvári Zeneiskola tanára, klarinéton, szaxofonon és billentyűs hangszereken játszik. Mravinác Péter Pilisvörösváron él családjával, 2014 óta játszik a zenekarban gitáron. Belovics Gergely 1993 óta a zenekar tagja, Pilisvörösvári születésű, időközben Tarjánban él feleségével. Baritonon, basszusgitáron biztosítja a zene alapját. Happel Tönköl Tamás 2010-ben májról érkezett, 2 éve Németországban él családjával, dobon, klarinéton, gitáron játszik és mellette kiválóan énekel. Varga Norbert szintén alapító tag, Pilisvörösváron él a családjával, harmonikán, billentyűs hangszereken játszik és énekel. A zenekarnak 15 éve folyamatosan évi 40-50 fellépése van Németországban, az Oberkreiner zenei stílust ők honosították meg Magyarországon. Több nemzetközi Oberkreiner fesztiválon is részt vettek. A Donaupower idén 25 éves jubileumot ünnepelt, mégpedig a Vörösvári Napok keretében. És persze hatalmas bulit csaptak, ahol együtt mulatott minden korosztály, a fiúk pedig fáradhatatlanul zenéltek hajnalig. Yeah.
köszönjük szépen! Már hagyomány, hogy a Vörösvári Napok ideje alatt szervezi meg a Pilisvörösvári Futballklub a Stekő János emléktornát, közismertebb nevén a Zuzu kupát. Idén erre augusztus 18-án szombaton került sor 4 csapat részvételével. A nagy meleg ellenére lelkesen rúgták a labdát az U14-es korosztály képviselői augusztus 18-án szombaton délelőtt a Pilisvörösvári sportpályán megrendezett Zuzu kupán. Az idei kupa résztvevői 4 településről érkeztek. 4 csapat érkezett ma hozzánk. Pilis Csabáról jöttek U14-es játékosok, illetve Nagykovácsiból és Szántóról, meg természetesen mi a házigazda, a Pilisvörösvári UFC U14-es csapatokkal indultak itt nálunk a tornán. 2005, 2006 és 2007-es születésű játékosokkal jöttek el ma hozzánk. A bajnokság rendszerben alapvetően 240 perces mérkőzéseket játszanak. Itt most ugye a több meccs, illetve a meleg miatt az időszűkében is egyszer 20 perces meccsekbe bonyolítunk le egy mindenkivel játszó bajnokság alapú rendszert. Utánpótlásban szerencsére nincs hiány, sőt tavaly a felnőtt csapatot is újra el tudta indítani az egyesület. Így több korosztályban is képviseltetik magukat a mérkőzéseken. Lehet vele büszkekedni, hogy a környéken, ugye nyilván mi vagyunk itt a legnagyobb település, de ettől függetlenül is több mint 180 igazolt játékossal büszkekedhetünk, ha lehet így mondani, hogy elég nagy létszámokkal vagyunk jelen minden bozsik korosztályban, illetve 2 utánpótlás bajnokságban, illetve tavaly beindítottuk a felnőtt csapatot. Hál' Isten, környező településekről is van, hogy jönnek, jellemző, akár vannak most is Pestről, akár, de ha csak Szentivárra gondolok, Csabár, bárhonnan, mindenhonnan jöttek már hozzánk gyerekek, de úgy gondolom, hogy ez kölcsönös is, tehát a játékos mozgás utánpótlásban az iskola, a költözés esetleg bármiatt közbejöhet, és ezért vannak elsősorban ilyenek. Az idei Zuzu kupa végén a hazai csapat örülhetett, mert remek játékkal, példamutató hozzáállással, gólt sem kapva és minden mérkőzés megnyerve tartotta otthon a trófeát. Kávécukortasakokból nyílt kiállítás Pilisszent Ivánon az iskola aulájában. A kiállítást a Hunnia Cukorgyűjtők Társasága szervezte, az egyik kiállító pedig dr. Peller György, Szent Iván jegyzője, aki maga is gyűjti a kis cukrostasakokat. Nem mindennapi kiállítás nyílt meg augusztus 18-án a Pilisszent Iváni iskola aulájában. A kávés cukorzacskókból álló kiállítást a közel 10 éve alakult Huncut kávécukorzacskógyűjtők közhasznú kulturális egyesülete hozta létre. Az eredet az abból indult ki, hogy egy külföld utazás követően rengeteg kávécukorzacskót hoztam haza. Majdnem minden gyűjtő egyébként így kezdi a beszámolóját, és akkor sokáig a cukorgyűjtéssel önmagam foglalkoztam, amikor az interneten megtaláltam egy debreceni gyűjtőhölgyet, akinek írtam, és akkor utána folyamatosan az ismeretségi körünkben egy-egy-egy újabb létszámmal szaporodott. Az első kiállításunkat a Viszmajor Kávéházban 2007-ben tartottuk, amikor még nem is létezett egyesület, de igen nagy létszámmal vett részt sok érdeklődő, és 2009-ben alakult meg hivatalosan az egyesületünk.
Az Egyesület változó létszámmal, de olyan 20-25 fő körüli taggal rendelkezik, ám az Egyesület elnöke szerint ennél sokkal többen gyűjtik a cukrozacskókat Magyarországon, akik nem is tudnak az Egyesület létezéséről. Az Egyesület tagjai, ahogy mondtam, az ország minden részén találhatóak, a legkülönbözőbb foglalkozással. Egy biztos, mindegyiket az érdekli, hogy a szép kávécukorzacskókat gyűjtse. Kávécukorzacskóból nem csak szólócukrok vannak, hanem sorozatok vannak, és igazán ez az, ami minket izgat, amikor nagyon szép dolgokat lehet látni. Ez ugyanolyan, mint a filatéria, sőt, egy picit nagyobb felületet ad a hirdetésekre, a reklámokra. A közhasznúságunk abból áll, hogy megpróbáljuk a régi magyar cukrokat összegyűjtögetni, a cukorgyárak szerinti formában katalogizálni. Ez az egyik, a másik pedig folyamatosan ilyen kvázi állami támogatást nélkül országimást folytatunk, az Egyesület saját vagyonába, saját pénzéből, a közösségünk pénzéből cukorsorozatokat állít elő. Magyarországon, Olaszországban, Angliában több helyen gyártanak cukorsorozatokat, és ezek a sorozatok a magyar Nobel-díjasoktól, a magyar kutyafajtákig, keresztény katedrálisoktól, a magyar népviseletig, a hungarikumok bemutatásától kezdve a magyar várakék, most már a harmadik magyar várak sorozat jelenik meg. Az Egyesület elnöke maga is készít cukrozacskókat, de egészen különleges darabokat is őriz gyűjteményében. Elsősorban azok a kedvencek, amiket én rajzolok, mert a cukorsorozat gyártáshoz az kell, hogy produkálni egy alap dolgot, és hát általában az Egyesületből rám marad ez a feladat, és a grafikákat vagy a képeket én állítom össze nyomdakész állapotba. Természetesen ezeket tekintem elsősorban a kedvenceimnek, de például kedvencem az a cukor, amit úgy kaptam egy ma már nem élő gyűjtőtársamtól, aki nem tudom honnan szerezte, de a háború előtt lett eltéve egy olyan kockacukor 1930-as évek közepéről, ami azért lett eltéve, hogy a front idején, hogyha már nem lesz mit enni, akkor be tudják kapni. Hát egy szem maradt belőle, és ezt sikerült neki megszerezni, és azt hagyatékot rám. Tehát ez egy kifejezetten kedvencem. Tudomásom szerint a világon én csinálom egyedül azt, hogyha a háttérben látható üveg lap alatti passzpartus cukrokat, én így mutatom be, mint egy grafikai kiállítást, mint egy grafikai bemutatót. Tehát igazán ez az én specialitásom, és ezért úgymond ez is kedvencem. És hogy hogyan kerül a cukorkiállítás Szent Ivánra? Ennek az az oka, hogy a településen is él olyan, aki ennek a szenvedélynek hódol, mégpedig Szent Iván jegyzője, dr. Peller György. Arra, hogy mikor is kezdett el ezzel foglalkozni, már nem emlékszik pontosan. Arra emlékszem, hogy egyszer még a főiskolán valaki mondta, hogy az anyjának van 2000 darab különféle fajta, amikor ott a büfében álltunk, és akkor ott egy kicsit elkeseredtem, de aztán úgy elkezdtem gyűjtögetni. Aztán utána elkezdték nekem mások gyűjteni, és vannak ilyen úgynevezett beszállítóim, akik nagyon sokat hoznak. Aztán, meg hát ha én utazok, akkor én is gyűjtögetek össze folyamatosan, de hát szerintem olyan 15-20 évet azért ezt már csinálom. Jegyző úr gyűjteménye nagyjából 5000 darabból áll, és természetesen ebben a gyűjteményben is vannak különleges darabok. Hát a legkülönlegesebb darab, azt az általános iskolás osztálytársam hozta, a Detti, az Kínából van, az annyiban különleges, ott meg is látható, hogy piros, hogy 10 grammos, mert ez 5 grammosak, az pedig 10 grammos, tehát dupla akkora. Nagyon sok van Alaszkából például cukrom, de ahogy rendezgettem, láttam San Salvadorból, Dél-Afrikából, minden Laosból, mindenhonnan. Vannak olyan beszállítóim is, akik komplett dél-kelet-ázsiai körutat csináltak, és szépen országonként Vietnám, stb. Begyűjtve odaadták nekem ezeket a cukrokat. A kiállításon az Egyesület több tagjának gyűjteménye is megtalálható volt, az eseményt pedig a California Special színesítette. But the train keeps rolling on down to San Antonio.
én tudtam, hogy van ilyen egyesület, és nagyon sokan ezt nem tudják. Úgy találtam rá, hogy egy jegyzői találkozón van egy jegyző kolléganőm, aki ugyancsak gyűjti, és akkor én ott eltettem a cukrot, és mondta, gyűjtöd? Mondta, igen, én is gyűjtöm egyesületnek a tagja. Mondta, milyen egyesületnek? Hát van egyesület. És akkor megkerestem őket, és beléptem. Akkor már csak egy kérdésem maradt, hogy iszod a kávét? 3 cukorra. Hagyományosan utcabállal és tűzijátékkal ünnepelték augusztus 20-át a Szent Ivániak. Igazából nem is csak ők, hiszen rengeteg látogató érkezett a szomszédos településekről, Solymáról és Vörösvárról is. A jó hangulatról pedig az Adlersteiner gondoskodott, akik egészen hajnalig zenéltek.
Az utóbbi évek hagyományainak megfelelően az augusztus 20-ai tutajhúzó verseny zárta az idei Vörösvári Napok programsorozatot. A kánikulai melegben a nézők lelkes tábora buzdította a versenyre jelentkezett 7 csapatot, akik között voltak tapasztalt résztvevők, de olyanok is, akik idén először tették próbára magukat. Szomorú hír bejelentésével és egy perces gyászszünettel kezdődött idén a Vörösvári Napok tutajhúzó versenye. Augusztus 20-án hosszas betegség után elhunyt a magyarországi németek országos elnöke, Heinek Otto. A csendes megemlékezés után Pándi Gábor alpolgármester kézilabdaedző szervező köszöntötte a szép számban megjelent érdeklődőt és a nevezőket. A tavalyi 4 induló társasághoz képest idén 7 csapat mérettette meg magát. Az idei évben 7 vállalkozó csapat nevezett be a versenyre. Ennek örülünk, mert tavaly volt a mélypont, amikor csak 4 csapat volt, ahhoz képest ez egész jó szám. Reméljük, hogy nem fog elkezdeni esni az eső. Lassan el is kezdjük a versenyt. Először a sorsolással kezdünk, hogy milyen sorrendben fognak húzni majd a csapatok. Vásártéri vagányok. Elsőnek a vásártéri vagányok fognak húzni. Jöhet a következő. Második, Herkules Spartan Team fiúk, tavalyi bajnokcsapat. Faterok csapat a harmadiknak fog húzni. Herkules Spartan vegyes csapat fog húzni negyediknek. Verisvárer Heimatwerk ötödiknek fog húzni. Hármas. Vörösvárér Közéleti Egyesület hatodiknak, és akkor a Hánbál Speciál kézilabdások utolsónak fognak húzni. A sorsolás után elsőként a vásártéri vagányok csapata húzott. A vásártéri iskola csapata az új igazgató Szontág Nándor vezetésével beállította az első szintidőt. A tutajt 2 perc 13 másodperc alatt sikerült a túlpartról kötéllel áthúzni a lépcsős partszakaszig, ahonnan a tutajon végig helyet foglaló csapattagnak kellett futva megtenni a néhány méteres távot a célig. A csapatok teljes erőbedobással küzdöttek, de a végső győzelmet a fiatalok ereje és összeszokott együttműködése hozta meg. A nézők joggal hihették, hogy a tavalyi győztes, a környékbeli profikból berpubálódott Herkules Spartan Team lesz ismét az első nagyon jó idejével, de az újonc Verisvárer Heimatwerk hatalmas hajrával egy másodperces különbséggel vitte el a trófeát. 1:30, nagyon jó idő lesz, gyerünk! Ha gyorsan fut a Fettel Albert, még akár ma is lehet. 1:39, 1:40, 1:42, 1:43. Megnézzük, hogy mit mutat a hivatalos óra. 1:43.9. A harmadik helyen a korukat remek kondícióval meghazudtoló apukák dinamikus versenyzéssel előzték meg a fiatal kézilabdázók Handball Special elnevezésű csapatát. A kéziseket, a csinos lányokat is felvonultató Herkules Spartan Team vegyes csapata követte az ötödik helyen.
A Vörösvárért Közéleti Egyesület önkormányzati csapat mögött a vásártéri vagányok egyáltalán nem búslakodó tagja is boldogan fogyasztották a Rothburger sörfőzde kiváló termékeit, amik egyben a versenydíjait is jelentették az oklevél és serlegek mellett. A szervezők remélik, hogy jövőre elfogadják végre a meghívást a környékbeli települések, és a csapataikkal színesítik a Vörösvári Napok egyik legkedvesebb és leglátványosabb családi programját. Július végén tartott a nyári utolsó ülését Pilisvörösvár képviselőtestülete. A legfőbb téma a város forgalomtechnikai terve volt, de sok más is szóba került, mint például a piac fejlesztése, a Tavasz utca járda felújítása, a Tanúszoda projekt és a templomtéri iskola tolna termének tető felújítása. Összefoglalón következik. Pilisvörösvár képviselőtestületének július 25-i rendesülésének első napi rendi pontja egy elővásárlási jogról való lemondás volt. Elővásárlási joga volt ugyanis az önkormányzatnak egy, a Pilisvörösvár 62-24-es helyrajzi számon található Őrhegy utcai ingatlanra, melyet 1,4 millió forintért vásárolhattak volna meg. A viadukt közelében található ingatlan önállóan nem beépíthető. A telek körülbelül 6 méter széles és körülbelül 16%-os lejtése van az Őrhegy utcától a tódülő felé. A képviselőtestület úgy döntött, hogy nem kíván élni elővásárlási jogával, mivel a telek az Őrhegy utca és a tódülő közötti terület telek szerkezetének alakulását, a tömbbelső feltárását nem tudja elősegíteni, továbbá mivel az ingatlannak van egy harmadik tulajdonosa is, így az önkormányzat akkor se lenne kizárólagos tulajdonos, ha most megvásárolná a fél tulajdoni hányadot. A képviselőtestület utoljára 2013-ban módosította a város forgalomtechnikai tervét. Az elmúlt 5 év során jó néhány lakossági kérelem érkezett a polgármesteri hivatalhoz egy-egy útszakasz vagy útkereszteződés forgalmi rendjének megváltoztatására. Továbbá sok helyen a forgalmi körülmények is megváltoztak az elmúlt évek során, például útépítés vagy forgalomnövekedés miatt. A módosítási javaslatok szakmai vizsgálatára, illetve az új helyzetekre adandó válaszok kidolgozására a képviselőtestület egy forgalomtechnikai szakembertől megrendelte a város forgalomtechnikai tervének teljes felülvizsgálatát. A javaslatokat a megbízott szakember véleményezte, majd a pénzügyi, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság megvitatta, végül a képviselőtestület minden egyes javaslatáról egyenként döntött. A módosítások alapján sok helyen új kereszttáblákat, kiegészítő táblákat és tükröket helyeznek majd ki. A változtatások fő célja a forgalmasabb csomópontokon a gördülékenyebb és biztonságosabb közlekedés feltételeinek kialakítása, a gyorshajtás mértékének csökkentése és a balesetveszélyes helyszínek megszüntetése. A változások az új eszközök beszerzése után fokozatosan lépnek majd életbe. Június végén megjelent egy pénzügyminisztériumi pályázati kiírás helyi piacok fejlesztése Pest megye területén címmel. A kiírás szerint az önkormányzati tulajdonú helyi piacok kialakítására, illetve fejlesztésére lehet pályázni, Pilisvörösvár esetében 80%-os támogatási intenzitás mellett 10 és 100 millió forintos támogatási összeg között. A pályázati önrész 20%. Az önkormányzat évek óta tervezi a piac fejlesztését, infrastruktúrájának javítását, korszerűsítését, de eddig csak kisebb felújításokra került sor. A pályázati támogatással most megvalósulhatna a Széchenyi utcai piac terület teljes felújítása. Az önkormányzat a következő fejlesztéseket szeretné elvégezni. 2500 négyzetméternyi szilárd burkolat készítése útszegély lezárással, a terület közvilágítási hálózatának fejlesztése, fák ültetése az újonnan kialakítandó zöld területeken, szaletlik telepítése, ivókutak telepítése, és elektromos csatlakozó szekrények telepítése az árusok számára. A projekt becsült költségvetése körülbelül 73 millió 700 ezer forint, az önrész becsült összege körülbelül 14 millió 700 ezer forint. A képviselőtestület a pályázatban megszabott határidők miatt ezen az ülésen nem döntött még a témában, hanem augusztus 15-ére halasztotta a döntést. A testület még márciusban döntött arról, hogy felújítatja a járdát a Tavasz utcában.
A közbeszerzési eljárásban nyertes kivitelező, a Nadi Kft. Július közepén kezdte meg a munkát. A munka megkezdésekor a Tavasz utca Kisfaludi utca kereszteződésénél a helyi zápor következményeként az út erősen kimosódott, valamint a patka mellett alámosódott. A műszaki osztály és a képviselőtestület is úgy ítélte, hogy az útburkolat és az útszegély állag megóvása, valamint a most felújítandó járda és a zöld terület védelme érdekében az útpatka helyreállítása elengedhetetlen, ezért az önkormányzat ajánlatot kért a járdát felújító cégtől az útpatka ezen szakaszának helyreállítására is. A járda felújítására vonatkozó eredeti nettó 11.267.700 forintos összeget ki kellett egészíteni még nettó 1.607.690 forinttal. A beruházás teljes összege így bruttó 16.351.745 forint. A műszaki tartalom módosítása az eredeti határidőt 5 nappal hosszabbította meg, így a befejezési határidő augusztus 15-e volt. Az állami finanszírozásban megvalósuló tanúszoda projekt előkészítéseként az önkormányzat a beruházáshoz már korábban kijelölte a helyszínt és elfogadta az előzetes megállapodást, mely a projekt technikai részleteinek lebonyolítását tartalmazta. A tanúszoda projekt kiemelt állami beruházás, kormányhatározat írja elő a terület állami tulajdonba adását, mivel az úszoda üzemeltetője is az állam lesz. A Magyar Nemzeti Sportközpontok 2018. július 20-án kérte a tanúszoda telkére vonatkozó nyilatkozat aláírását, valamint az ingatlan térítésmentes átadásáról szóló szerződéstervezet véleményezését. A térítésmentes átadásról szóló szerződést és nyilatkozatot azzal a kiegészítéssel hagyta jóvá a képviselőtestület, hogy amennyiben a beruházás 7 éven belül nem valósul meg, akkor a kijelölt földterület automatikusan visszakerül az önkormányzat tulajdonába. Még az év elején döntött arról a képviselőtestület, hogy bár már nem önkormányzati feladat, indul egy a templomtéri iskola torna termének felújítására irányuló pályázaton, és biztosítja a közel 11 millió forint becsült összegű beruházáshoz szükséges bruttó 3,3 millió forint pályázati önrészt. A Magyar Kézilabda Szövetséghez az Országos Tornaterem Felújítási Program című pályázatának második kategóriájában benyújtott pályázat támogatást is nyert, azonban július végén a pályázat közreműködő szervezete, a Handball Multiprojekt Kft. Arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a legkedvezőbb ajánlati ár is jóval magasabb, mint az eredetileg kalkulált összeg, és a legjobb ajánlat alapján is az eredetileg tervezett összeg helyett közel 20 millió forint lenne a tetőfelújítás költsége. Ezzel az önrész is jelentősen megnőne, a 3,3 millió helyett 5,7 millió forint lenne. A képviselőtestület álláspontja az volt, hogy a Handball Multiprojekt Sportszolgáltató és Kereskedelmi Kft. Által ajánlott feltételekkel a pályázat nem éri meg. Így a pályázatot visszamondták, de magát a tornaterem lapos tetőjének felújításához betervezett 3,3 millió forintos támogatási összeget a képviselőtestület nem mondta vissza. A tetőfelújításhoz szükséges többi fedezetet az iskolát fenntartó Klebersberg Központ más forrásból fogja biztosítani. És most következzenek a programok. Folytatódik Mihály Kinga dietetikus előadás sorozata a Solymári Bauernhausban augusztus 30-án csütörtökön 18 órakor. Allergia vagy intolerancia címmel az ételallergia és az ételérzékenység fogalmát fogja tisztázni a szakember. A hasznos tudnivalókkal teli előadásra mindenkit szeretettel várnak. Folytatódik a Schwab Baba Mama Klub péntekenként a Bauernhausban Solymáron. Milvik Jánosné Marika néni augusztus 31-én pénteken 10 órától tanítja újra a még nem óvodáskorú kisgyerekeket és anyukáikat schwab és német énekekre, mondókákra. Bányász ünnepség lesz Vörösváron augusztus 31-én pénteken. A program 16 órakor kezdődik a Bányász Emlékparkban, a Rákóczi utcában koszorúzással, a Bányász himnusz eléneklésével és Gravicki István, a Bányász Szakszervezeti Szövetség elnökének ünnepi beszédével. Majd 3:45-től a Naposoldal Szociális Központban fogadással zárul a rendezvény.
a Pilisszentiváni Bányász Szakszervezet és Helytörténeti Egyesület szervezésében Pilisszentivánon is megemlékeznek a bányászokról a Szabadságúti Bányász Emlékműnél szeptember 1-én szombaton 15 órától. Fuzik Adél Szubjektív Valóság című fotókiállításának megnyitójára látogathatnak el az érdeklődők augusztus 31-én pénteken 17 órakor a Pilisszentiváni Generációk házába. A kiállítást megnyitja Popréni Révai Gyöngyi polgármester, közreműködik Pazagli Ágnes kerekesszékes freestyle szóló versenytáncos. Izzasztóan indul idén is a szeptember Solymáron a templom téren. 7. alkalommal rendezik meg ugyanis az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő Chili Fesztivált. Idén 1-ére szombatra esik a rendezvény, melyen lesz főzőverseny és kézműves chili termékek vására a Bajcsi utcában. Az interaktív gyermekprogramokon és a játszóházon túl most is lesz chili szépségverseny és chili totó. Nem marad el a közkedvelt Chili Akadémia sem, továbbá kiderül, ki csinálja a legjobb magyar chili szószt, és kibírja a legtöbb chili paprikát megenni. Több solymári fiatal is fellép a fesztiválon, a főzenekar pedig stílusosan az Erős Pista, a magyar Red Hot Chili Peppers tribute zenekar lesz. A Pilisszentiváni Ese szeptember 2-án vasárnap délután 5:30-tól, a KDS-e Váccal 16-án vasárnap 4-től pedig a Kismarossal mérkőzik meg a helyi focipályán. A meccseket a Pilisszentiváni Sportegyesület szervezi, minden szurkolót szeretettel várnak. Solymár legnagyobb rendezvényére, a Búcsúra idén szeptember 7-től 10-éig kerül sor. Ennek keretében 7-én pénteken 18 órakor Ritter György történész Hazáink Helmut Lender című könyvét mutatja be a Bauernhausban. Új munkájában a német és a magyar kényszermigrációs sorsról értekezik a II. Világháború utáni Magyarországon. A búcsú második napján, szeptember 8-án, szombaton 17 órakor Solymár Szép Csillagai címmel Milvik Tamás fotókiállítására várják az érdeklődőket, szintén a Bauernhausba. A tárlatot dr. Szente Kálmán polgármester nyitja meg, Barta Katalin hegedűművész közreműködésével. A kiállítás fotói az anyaságot mutatják be Solymáron a 20. század első felében, és november 8-áig tekinthetőek meg. A Bauernhaus mellett a solymári búcsú főhelyszíne a Művelődési Ház és az iskola udvara lesz. Előbbin 7-én pénteken este 8 órától a Napfénypresszó, Csótán Joe és az ABCD fog színpadra lépni, 8-án szombaton 16 órától pedig a helyi tánccsoportok műsorát és a San Brasil show-t tekinthetik meg az érdeklődők. Fellép továbbá Szulák Andrea, a Drumsters, Suba Attila and the Soulful Band és az Ivan and the Parasol. Még mindig a Művelődési Ház udvarán 9-én vasárnap 16 órakor a Saxo Funk ad koncertet, utána Gájer Bálint és a Muzsikás Együttes szórakoztatja a közönséget, majd a Cédus Tánc Együttes táncházával ér véget az este. A búcsút ezen a helyszínen 10-én hétfőn 18 órától pedig a Schaumarer Musikanten zárja egy vidám sör délutánnal. Az iskola udvarán 7-én este 9-től péntek esti diszkó lesz. 8-án szombaton 16 órakor Rajzolok egy szép világot címmel Mikola Péter tart zenés játszóműsort. 17 órától a Joker Dance uralja majd a színpadot, 18 órától pedig Szabi esténekel. 8-tól a Schwab dallamoké lesz a főszerep, a Dispatzen zenekar fog Schwabbát játszani. 9-én vasárnap 16 órakor a Holló Együttes Vásárfia című gyermekmusorával szórakoztatja a legkisebbeket, majd Seres Rezsőre emlékeznek. A napzárásaként pedig a The Beats Beatles emlékzenekar ad koncertet. A háromnapos rendezvénysorozat még részletesebb programja megtalálható a Művelődési Ház honlapján. Takaró Mihály irodalmi est lesz Kányádi Sándorról szeptember 13-án csütörtökön 19 órától a Pilisszentiváni iskola aulájában.
Szeretettel várják az eseményre az irodalom szerelmeseit. Hagyományos szüreti felvonulás lesz Pilisszent Ivánon szeptember 15-én szombaton 14:30. A menet a buszfordulótól indul és a főtérre ér ki. A felvonulás után késő estig szüreti bál ad alkalmat a mulatságra. Műsorunk véget ért, köszönjük figyelmüket! Híreinket és a programajánlatukat megtalálják honlapunkon is, a www.pilistelevizio.hu címen, műsorainkat pedig visszanézhetik a YouTube-on. Tartsanak velünk legközelebb is, a viszontlátásra!